Következő. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban rövid könyvekről lesz szó. Igazából volt szeptemberben, augusztusban valamikor volt egy ilyen videóm, hogy legrövidebb könyvek, amiket olvastam, és ennek kapcsán, meg amiatt is, hogy évvége van, lassan tényleg vége van 2020-nak, végre. Szóval mindjárt itt az évvége, és rövid könyvek, és abban indultam ki, hogy Goodreads-en például van ugye ez a Goodreads Reading Challenge, és év végén szoktak mindig összeállítani egy ilyen listát, hogy könyvek, amikkel még befejezheted a Reading Challenge-edet, tehát ugye amikor beállítunk X mennyiségű könyvet, hogy annyit el szeretnénk olvasni az adott évben, és akkor, hogyha még valakinek nincs meg, akkor mindig van egy ilyen lista Goodreads-en, hogy ezek rövidek, ezek könnyű, gyorsan olvasható könyvek, és akkor ezzel talán be tudod fejezni, hogyha szeretnéd a challenge-ed. És akkor ennek kapcsán gondoltam igazából én is, hogy összeszedek rövid és gyorsan kiolvasható könyveket, és igaz, hogy ez december közepén fog ez a videó kimenni, de úgy gondolom, hogy akkor még talán aktuális lesz, remélem. És most belement egy szempilla a szemembe, talán nem vakulok meg a videó végéig. Úgyhogy igen, összeszedtem végül több könyvet, mint amit eredetileg összeírtam. És akkor most ezeket fogom bemutatni, és akkor hát, ha hogyha mondjuk valakinek még kellene egy 2-3 könyv év végéig, hogy meglegyen a kitűzött challenge, vagy akár több, mert ezek tényleg nagyon rövidek, akkor ezekkel a könyvekkel akár sikerülhet a challenge teljesítése. Ezt igazából félig meddig Emmának csinálom ezt a videót, mondjuk ezeknek a könyveknek a 3/4-ét ő is olvasta. Úgyhogy neki már nem lesz jó. Az első az Craig Thompsontól a Blanket, ez egyébként nem látszódik szerintem, mert tovább fókuszál-e. Szóval ez egyébként egy majdnem 600 oldalas könyv, viszont képregény, úgyhogy azt hiszem 3 órámba telt kiolvasni, körülbelül 3-3 és fél óra volt az egész könyv kiolvasása, úgyhogy igaz, hogy hosszú, de nagyon gyorsan kiolvasható a képregényes formátum miatt, úgyhogy ez az első könyv, amit ide mondanék, ezt egyébként mondtam Emmának is, hogyha gondolja, akkor itt van, nekem megvan, olvass el, és akkor egyel több könyv neki is, mert nem tudom, egy 2-3 könyv még neki is hiányzik talán a challenge-éhez. Következő, ezt még én is fogom idén olvasni, ez Dr. Seuss-tól a Grinch. Van körülbelül 3 magyar címverziója is, de ez a hogyan lopta el a Grinch a karácsonyt. Ez egy írtózatosan picike könyv, szerintem ez a verzió, ami nekünk van. Hát oldalszáma nincs, de körülbelül olyan... Hát körülbelül 30-40 oldal lehet, és mint látjátok, ennyi szöveg van egy oldalon, úgyhogy 10 perc alatt szerintem, ha annyi se ezt kiolvasni. Ezt mi egyébként 24-én karácsonykor szoktuk kiolvasni, vagy hát Emma szokta, aztán én átvettem ezt a hagyományt tőle. Mert az ilyen karácsonyi hangulatot is hoz akkor már úgy 24-én, főleg, hogyha mindenki stresszes, mert még nincs kész a kaja, nincsenek meg a dolgok, nincs földíszítve rendesen a fa, még ez meg a dolog. És akkor így leül az ember, és ott a kis 30 oldalon át kikapcsolódik. Szintén nagyon rövid és szintén karácsonyi történet, Charles Dickens-től a karácsonyi ének, ez mennyi 120 oldal kb. Nincs olyan túl sok szöveg se egy oldalon, tényleg vékonyka, és igen, szintén karácsonyi, szóval ez is még így decemberben jó választás lehet. Valamennyivel a következő kettő kicsit hosszabb lesz, de még mindig ilyen 200 oldalt tartom, 200 oldal alatti. Ez is csak ilyen 140 oldal. Az egyik a Vadon szava Jack Londontól. Ez is egy ilyen 120-30 oldalas könyvecske igazából. Ugyanaz a kiadás, mint tehát, hogy most mutatok pár ilyen kiadást, ez ugye az én Penguin Children's Class, nem. A Penguinnek, a Puffin imprintnek a Children's Classic kiadása, és ez egyébként egy nagyon havas, nagyon télies könyv is, és akkor tényleg rövid is, szóval ezt is gyorsan ki lehet olvasni. Szintén ide tartozna szerintem a Malac a pálcban, a Charlotte's Web E.B. White-tól. Ez egy kicsit hosszabb, majdnem 200 oldal, de igazából ez is egy nagyon rövid kis gyerekkönyv, szóval ezzel is gyorsan lehet végezni. Főleg, hogyha az ember bele tud lendülni. Mert van, amikor én egy 100 oldalas könyvet is 3-4 napig olvasok, mert egyszerűen felveszem, leteszem, de ha leülök, és tényleg nekiülök, akkor gyorsan kivégzem az ilyeneket.
Következő a listánkban Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit, ez 160 oldal kereken, és ennek van egy második része is, úgyhogy akár azt is ide lehetne sorolni. Ez a könyv, ez tünetlenül bevonzott, beszívott, és ez kb. Ilyen este kezdtem el, egy-két óra alatt eljutottam a feléig, és utána másnap reggel be is fejeztem, szóval ez se tartott sokáig, viszont egy annál jobb könyvről van. Szóban is róla egy élő kibeszélünk. És most fogalmam sincs, hogy melyik oldalra, de be lesz linkelve, és azt hiszem, hogy erre az oldalra linkelem be, igen. Na, nekem egy nagy kedvencem következik. Rupika úrtól a Te is mész. Ez ugye egy verses kötet, szóval alapból nincsen túl sok szöveg egy oldalon, mert hát ugye ilyen rövidebb, hosszabb versecskék vannak benne, de én ezt a kötetet nagyon-nagyon szeretem. Azok ott a kedvenc verseim bejelölve, igen. Van egy pár, csak a könyv fele. Háromnegyede. És hát mivel verses kötet, jó, verses kötetnél nem jó azért egyben az egészet olvasni és lehúzni az egészet, de viszonylag gyorsan lehet vele ugye haladni, tehát ez is ilyen 200 oldal körül van. Pillanatok alatt ki lehet olvasni, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített ez a könyv. Főleg amikor olyan időszakban olvastam, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom. Nekem az eddig 2 Rupi kötetet olvastam, és ez volt a kedvencem. Sőt, ez éves kedvencem is volt, tavaly olvastam először, de idén is elolvastam, és ezt így, én ezt konkrétan bármikor újra tudom olvasni, mert nagyon-nagyon szeretem. Következő, az Így neveld a sárkányodat. Az Így neveld a sárkányodat könyvek alapvetően ilyen 200 oldal fölött vannak, viszont hatalmas betűkkel és hatalmas térközzel írják őket. Látszódik ne a fejemre. És még ráadásul ugye illusztrált is. Nem tudom, mennyire látszódik és mennyire fénylik be. Tehát igazából alapvetően én átlagosan egy óra alatt olyan 40 oldalt olvasok rendes könyvben, tehát rendes telenyomott oldalas regényben. Na most az Így neveld a sárkányodatoknál egyszer nem értem, egy óra alatt 80 oldalt olvastam el, szóval a 200 oldal az olyan 3 óra alatt bedarálható. És az összes kötet ugyanilyen, még akkor is, hogyha emelkednek az oldalszámok, de tényleg az egész sorozat, mind a 12 könyv olyan, hogy pillanatok alatt be lehet fejezni, főleg, hogyha beszippantja az embert a könyv, úgyhogy ezzel akár nagyon durva módon is meg lehet tolni az adott évben elolvasott könyvek számát. Egyébként tudom, hogy nem számít igazából, hogy ki mennyi könyvet olvas el egy évben, mert ugye az azért csak jobb, hogyha mondjuk kevesebb könyvet olvas el az ember, de azok tetszenek neki. De vannak, akik szeretik elérni a kitűzött céljaikat, én is ilyen maximalista vagyok, és ezért szeretem látni, amikor kitalálom, hogy idén 45 könyvet el akarok olvasni, és Goodreads-en ott megjelenik a 100% a nevem mellett, vagy ott a challenge-emnél. Azt úgy szeretem látni. És ezért csinálom ezt a videót. A maximalistáknak, akiknek még kéne egy-két ajánlás, amivel be tudják hozni a lemaradásukat. Vagy csak amúgy, hogyha valaki rövid könyvet szeretne olvasni, annak is teljesen jó ez a videó. Következő könyvünk, a Spider-Man krónikáknak most az első részét hoztam ide, de az egész sorozat ide sorolható, ezek ilyen irtózatosan rövid, gyorsan kiolvasható könyvek, szintén alig van szöveg, egy oldalon tele van illusztrációval, de ettől függetlenül én nagyon élveztem a könyvsorozatot, meg át a filmet is igazából szeretem. Javán már csak pár könyvünk maradt hátra. A következő csak angolul van, de azért megmutatom. Ez Rainbow Rowell-től az Almost Midnight és Heartbreak Block. Ez két rövidebb novellát, két novellát tartalmaz, 150 oldal az egész. Ez ilyen újévi sztorikat tartalmaz. Az egyik legalábbis tutira újévi volt, tavaly ilyenkor olvastam kb. És én amúgy nagyon szeretem Rainbow Rowell-t, és ugye ez egy rövid könyv, úgyhogy azt hiszem még a tavaly decemberi olvasásaim közé besuvasztottam ezt a könyvet még így gyors év végére, mert tényleg rövid a könyv, ez is illusztrált, ez is picike látszódik a méretén, hogy így alapvetően nem egy túl nagy könyv. Illusztrált, nincsen olyan hű, de nagyon sok szöveg, hű, de nagyon pici betűvel benne. És hát igen, Rainbow Rowell stílus, ami mindig olyan, hogy imádom, és bármilyen mennyiségben jöhet. De ez tudtam már nincs magyarul. Következő. Michael Morpurgótól a Hadak útján, ez ugye első világháborús kötet, és Joy-t a lovat követjük benne, de ez se egy túl hosszú könyv, ez van magyarul, és ez egy 180 oldalas kiadás, de alapvetően nem tart sokáig kiolvasni. Jó, aztán van itt egy
írtózatosan picike könyv még egy. Ez 100 oldal éppen csak. Ez Haldóra Torodzentől az ablak, és ez egy ilyen, hát szép irodalmi kiadó, de amúgy Metropolis Médián belüli kötet. Nem tudom ezt, hogy mondjuk magyarul ez az imprint, mint amit az előbb mutogattam, a Puffinosak. Igen, ebben egy idős asszony 4 őszét követjük végig, ilyen emelkedős, befelé fordulós kötetecske, de nagyon rövid és gyorsan ki lehet olvasni ezt is. És egyébként tök jó. Ja, aztán mostanában elég sokat volt ez a könyv emlegetve, ez Lane Coverballtól a Serkeny hívása. Szerintem én ezt egy nap alatt, ha max 2 nap alatt olvastam ki, na jó, lehet, hogy 2 volt. De ez egy rövid gyerek fantazi, de nagyon jó, és nekem nagyon tetszett, főleg, hogy nem ilyen 600 oldalas, nagyon eltúlzott világépítésű fantazi, mert jó, szeretem a világépítést, meg tök érdekes róla olvasni, de ebben a könyvben igazából nem éreztem hiányát, hogy nincs plusz 300 oldal csak a világépítés leírásával. Nem egy maragozás, bocsit. És az utolsó, a hihetetlen nagyport kavart Meseország mindenkié, ez ugye 170 oldal, 13 mese átirat, 17 mese átirat, bocsánat, 17 mese átirat található benne, és alapvetően ugye, mivel hát gyerekkönyv, tehát újjaj, mi ez? Akkor mit használta a könyvjelzőnek? Szóval, mivel gyerekkönyv, nagyobb benne a... Hát azért van benne szöveg, de felnőtt ember szerintem, vagy olyan, aki sokat olvas, ezt pillanatok alatt ki tudja olvasni. Max néha meg kell állni egy-egy sztori után, hogy kicsit megemészszük, vagy nem tudom, mert apa is kicsit lassabban olvasta, mert neki ez szerintem egy óra alatt simán ki tudna olvasni, ha csak itt tényleg leül az ember és olvassa. De azért ugye kicsit elgondolkodunk közben, meg valamelyik jobb, valamelyik rosszabb, tehát hogy vegyes köret ez a könyv. De alapvetően ez is egy olyan, amit gyorsan ki lehet olvasni, tehát nem tart sokáig, mint mondjuk egy 500 oldalas masszív tömény regényt elolvasni. Addig nem tart. Ez itt talán értelmes volt. Ez egy nagyon veszélyes és ingatag kupac lett, mit nem mondjak. Vékony könyvbe leáll és sokból, de hát akkor itt van ez a kis kupac, most a Meseországot nem teszem bele. Szóval, hogyha valaki esetleg rövid könyvek után nézelődne, vagy tényleg szeretné, hogy meglegyen egy számára kitűzött szám, és még kéne hozzá egy-két könyv, akkor ezekkel akár meg lehet, de amúgy is egy tök sima random könyvajánlónak is teljesen jó ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!